Köszöntöm kedves nézőinket! Az idei évben is a hagyományokhoz híven megrendezésre kerültek az önkormányzati lakossági fórumok, melyek Mózer István a 4-es számú választókerület lakossági fórumaival ért véget. Ezzel kapcsolatosan köszöntöm a stúdióban képviselő urat. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a televízió nézőit. Mielőtt azt részleteznénk, hogy mik zajlottak ezeken a fórumokon, beszéljünk arról egy kicsit, hogy mely területeket, utcákat képviseli ön. Igen, hát azzal kezdeném, hogy bő másfél éve vettem át a megbízó levelemet. Egy időközi választáson sikerült nyernem. Két részből áll a körzetem, van egy kiskörösi része, és egy külterületi erdőtelki része, ide tartozik még Ökördi is, és a Siványdűlő Agárhalom. A kiskörösi részt úgy tudom behatárolni, hogy a Rúzmáriai utca, illetve a Tompa Mihály utcától erdőtelek irányába, valamint a Batthyány utcától a fürdő irányába tartozó utcák. Ugye önnek két alkalommal is megrendezésre került lakossági fóruma. Miért alakult ki így ez a rendszer? Azért alakult ki, mivel ugye két részből áll a körzet, és hogy az erdőtelkieknek, a külterületieknek ne kelljen bejönni ide a művelődési házban. Ugyebár ezek a lakossági fórumoknak a célja az, hogy minél több mindent megtudjanak a lakók az ő körzetüket érintő változásokról, beruházásokról. A 2023-as évben mik zajlottak a 4-es számú körzetben? Körzetünkben több járdafelújítás is megvalósult. A Klapka utcán, a Kisfaludi utca, Tavasz utca és a Batthyány utca között megvalósult a Krimpen parkon át, a Penny Marketig, a Szabadidő parkon keresztül egy járda szakaszunk, illetve a Dózsa-György úton a Sportteleptől a Május 1 utcáig, és a Rúzmária utcán a speciális iskola előtt is újra le lett rakva az a térkő, ami lent volt előtte. Ugye a legnagyobb fejlesztésünk, ugyanúgy a mi körzetünkben is, mint az egész városban, a közvilágítás korszerűsítése itt kezdődött meg a mi körzetünkben először. A Rét utcával, Komáromi utcával, Kisfaludi utcával, Vízmű utcával, a Holló János utcán, Május 1 utcán, Tompa Mihály utcán, úgyhogy igazából a kiskörösi részen már csak a Rúzmária utca és a Batthyány utca, valamint az Erdőtelki út maradt ki, de reméljük ez is hamarosan megvalósul. A továbbiakban is megvalósul itt a kiskörösi részemen a többi utca is, és mondhatom talán, hogy a legnagyobb nyertese a közvilágítás korszerűsítésnek Erdőtelek lesz, és az Erdőtelki út, hiszen itt minden villanyoszlopra egy új, nagy teljesítményű lámpa fog kerülni, és azok a dűlőutak, hobbik, ahol eddig nem volt közvilágítás, oda is mindenhova közvilágítás fog kerülni. Volt még egy nagy fejlesztésünk, az egyik leglátványosabb fejlesztés a tavalyi évben a sporttelep. Ugye új lelátó került a sporttelepre, mind a három futballpályánk új gyepborítást kapott, öntöző berendezéssel, és egy atlétika pálya is kialakult, és ott a sporttelep mellett ugye most épül egy jégkorongcsarnok, ebbe is besegít az önkormányzat, bár ez nem önkormányzati beruházás, hanem a Jégkorong Egyesület végz ide, ez is most egy nagyon látványos fejlesztés lesz az idei évben. Tavaly előtt elkészült a Szabadidő Parkban egy műanyagborítású kézilabdapálya, és a Szabadidő Park további fejlesztése várható az idei évben is. Műanyagborítású kosárlabdapálya fog épülni, illetve egy régi adósságunk, ugye a teniszpályák már több éve el lettek bontva, és az idei évben valószínűleg teniszpályákat is kap a Szabadidőpark. Illetve megújult az Erdőtelki óvoda csoportszobája, ez is egy közösségi összefogással jött létre, de az önkormányzat is szerepet vállalt a beruházásban. A lakossági fórumokon ön mellett Domonyi László városunk polgármestere is jelen volt. Ő miről tájékoztatta a lakosságot? Domonyi László polgármester úr a tavalyi év legnagyobb beruházásairól tájékoztatta a lakosságot. Ugye a piaccsarnok
Ról, ami már részben elkészült, és most épül a második része, a vasútfejlesztésről, a Budapest-Belgrád vasútvonalról, és ugye az idei évi fejlesztésekről is beszélt, főleg a közvilágításról, ugye ezek voltak a legfontosabb témái. Önök mellett még a kiskörösi rendőrkapitányság képviselete is jelen volt az alkalmakon. Ön mire hívta föl a lakosok figyelmét, valamint esetleg volt-e hozzá kérdésük a lakosoknak? Igen, a mindkét helyen az internetes csalásra hívták fel rendőrség képviselői a figyelmet. Ez volt a legfontosabb, amit elmondhattak. Szerencsére nagyobb balesetek, rablások nincsenek a körzetben, pedig ugye tanyavilág is tartozik hozzánk, és voltak hozzájuk kérdések. Nagyon sok a gyorshajtó az Erdőtelki úton és Erdőtelken is. Erre hívta föl a lakosság a rendőrök figyelmét, valamint sokan járnak idegen rendszámú autóval is. Dűlőutakon elég gyorsan hajtva, ez volt a másik, amire felhívták a figyelmet. Esetleg a fórumok során a lakosság részéről más témában felmerültek kérdések, esetleg beruházás, vagy esetleg volt olyan igény, hogy még valahova járdát építeni, ilyenekre gondolok esetlegesen? Természetesen további járdák is itt Kiskörösön, ezek voltak a legnagyobb kérések, valamint táblák kihelyezése. A Vadvirág utcába kértek lakópihenővezet táblát. Az egyik legnagyobb feladatomnak tartottam a gondosóra programot, hiszen körülbelül 300 nyugdíjasomhoz sikerült személyesen elmennem, és több mint 150 nyugdíjasomnak sikerült megigényelnem a gondosórát. Még nem érkeztek meg, de nagyon várjuk és várják az időseink. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, valamint, hogy a tévénézőket is tájékoztatta a lakossági fórumainak az eseményeiről. A nézőknek pedig köszönöm szépen, hogy ma velünk tartottak.